Az év elején óriási előfoglalási kedvezményekkel kínálták a nyaralásokat az utazási irodák. Márciusig akár 50%-kal olcsóbban is lehetett foglalni. Most már csökkentek a kedvezmények, de a tapasztalatok szerint áprilisig kitartanak a 10-20-30%-os akciók. Sokan azért is tervezik ilyenkor a vakációt, mert az úgynevezett last minute utolsó helyes lehetőségek esetlegessé váltak. Az elmúlt évben a terrorveszély miatt Egyiptom, Tunézia és Törökország volt a nagy vesztes. Féltek az emberek, ezért nem utaztak ezekre a helyekre, bármint utóbb kiderült, a tengerparti szállodák biztonságosak voltak. Újra foglalják az emberek Egyiptomot például, ami nekünk nagyon kedvező, hiszen Debrecenből is el lehet most már utazni. Újra foglalják Tunéziát, ugye, ami a családosoknak nagyon jó, hiszen finom homokos tengerpartja van, és nagyon olcsónak számít. És ami tavaly bejött slágerként, Görögország és Bulgária, azok az idén is megmaradtak kedvelt úti célnak, illetve egyéni közlekedéssel a Horvátország az, ami viszi a prímet. A belföldi turizmuson az elmúlt évben sokat lendített a külföldi terrorveszély és a migrációs hullám. Sokan döntöttek úgy, hogy a családi vakációra hazai úti célt választanak. A szakemberek azt mondják, itthon továbbra is a Balaton lesz a sláger. Sokan látogatnak majd el a Velencei és a Tiszatóhoz, a hosszú hétvégéken pedig a wellness szállodák számíthatnak teltházra.